Üdv mindenkinek! Illetve Isaac üdvözöl mindenkit! Remélem hiányoltátok a streamet, mert ugye tegnap nem volt. És a háttérben egy Family Frost járgány hallatszik. Legyetek kedvesek! Szokás szerint ugye nyilván Isaac-kel kezdünk. Mert anélkül nem stream a stream. Legyetek olyan drágák, hogy mondjátok meg kivel játszunk. Én tegnap elkezdtem felvenni a szeptemberi videókat, ugye már csak azért is, mert ki tudja lesz a időbb szeptemberben, hogy valami 6 Isaac kört nyomtam hajnalban. Tök jók lettek egyébként, van minden. Sacred Heart, Mom's Knife, egyéb őrültségek. Miért akar mindenki ívet? Utállak titeket. Adam, jó, jó van. Na szóval, tegnap volt egy nagyon szar ívralom, amit most nem is mondanék el, mert majd lesz belőle videó, ugye? Meg ugye ma is felment egy ív videó, tehát hogy... Igazán nem szép tőletek, hogy ennyire megszavaztátok. De akkor próbáljuk meg ezt a notórius szar karaktert valami értékelhetőre rábírni. Lenne egy kódos gyerekünk, de pénz nélkül talán nem jó ötlet. Sajnos szükségünk van kulcsokra, mert dupla szinttel kezdünk. És ez itt két darab szar, nem két darab kulcs. Az emberek néha összetévesztik őket, aztán rájönnek, hogy az egyik büdös, a másik nem. Ó, Eternal Heart. És még nem vagyok hajlandó felvenni. Kicsit veszélyes lenne. Próbáljuk meg legyalulni ezeket a drága legyeket. Továbbra sincs kulcsunk, ami kellemetlen. Ott egy cincit valk, amihez ugye szintén szükségünk lenne egy bombára. De úgy látszik, abban sincs részünk. A játéknak nincs kedve dolgokat adni nekünk. A légy, ha itt marad, akkor ideges leszek. Persze, hogy fél piros szív, pontosan erre volt szükségünk. Szóval továbbra is szívre festve várok egy bombát, egy-két kulcsot, bármit. Csak hogy egyáltalán felszedhessünk valamit. Bombák első lépésnek jó. Ezt a trollkodást. Hát... kezdem elveszíteni a reményemet. Bár igazából elmondom, mert most ha emlékezni fogtok rá szeptember 30-ig, amikor a videó felmegy, akkor gratula. Lesz egy olyan ívkör, ahol az első három szinten nincs egy kulcsom, és mindenből kimaradok. Mondanom sem kell, nem jutottam túl sokáig abban a körben. De azért egy-két kulcsnak most tényleg tudnék örülni. Úgy tényleg, tényleg. Két lövésbe telik még a leggagyibb legyek kinyírása, és ez úgy szomorú. A Trackmania szerverre elvileg fel kell rakni a pályákat, megpróbálunk készítő kiszedni belőle valamit, aminek nincs ott helye, és utána elvileg nagyjából meg lesz egy pár napon belül talán most már tényleg. Ezt továbbra se vegyük fel. Nagyon jó buli lesz. Meghalnál. Köszi. Hát streamről nem fogod tudni leszedni, de Steamről igen. Trackmania Nations Forever. Ha valaki keres egy linket, megköszönöm. Tök ingyenes, úgyhogy szedjétek csak le. Behívtak a Bodri fan klubba. Nem értem, hogy miért, amikor én Bodrit állandóan megölöm, de hát... biztos tiszteletbeli nem annyira fan vagyok.
mondanom sem kell, továbbra sincs kulcsunk. Ez sem egy kulcs. Abban bízom még mindig, hogy a legrosszabb esetben lenyomom a kódus, felhasználom a kódus gyereket, és hát ha ő ad egy kulcsot. Úristen, lángra kapott szarok. Őket így tényleg nagyon sokáig fog kinyírni. Fog tartani kinyírni, na. Léci, 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 léci. Hány lövés kell ezeknek? Valaki számolta? Ív, prő és OP sebzése, jel? Ugye boxot is kaphatok, ez tény is való. Minden lehetőségemet megpróbálom megragadni, úgyhogy igen. Vissza is megyek itt akkor a plusz életerőjére, ami ott van a szint a másik felén. Elnézést, hogy ez ilyen rohadt időigényes procedúra, de hát muszáj. Egy kulcs is több, mint a semmi. Hát, ha itt van a Secret Room. Egyébként. Nagyszerű. Egy kulcs, fantasztikus. Mert itt most bejutok. Mágnes. Komolyan? Hát, na hazudnék, ha azt mondanám, hogy ebben az itemben reménykedtem. Nem ez volt a kulcs a sikerünkhöz, ha értitek, mire célzom. Ha-ha. Na, itt talán van egy-két szobánkkal megtalálhatjuk a másik kulcs, vagy az egyetlen első és csodálatos kulcsunkat, aztán legfeljebb mondom kódos gyerek. Azóta nem játszottam Mortal Kombatot még. Na nézzük, hogy... itt az utolsó lehetőség a játéknak arra, hogy adjon nekünk egy kulcsot. Vajon éle vele? Vagy hát ugye krétet még mindig, vagy boxot még mindig megkaphatjuk ugye, de... Utolsó standard esélye. Nyilván nem. Hát akkor ugye... Van pénzem meg judgmentem, igen ez. Majd az is egy lehetőség még majd. De nem szeretném őt még elpazarolni, hát ha lesz beülünk. Nem tudom, lesz a Mortal Kombat még. Nem biztos. Monstro! Ővel az a baj, hogy Eve ellen egy örökké, vagy Eve-vel egy örökké valóságig tart kinyírni, mint láthatjátok. Mivel Eve sebzése hatalmas. Úgyhogy kis türelmet kérek. Már félúton járunk, és csak egy örökké valóságba tellett. Nem maradt el sok mindenről, ez az első Isaac kör, és még mindig csak az első dupla szinten vagyunk, Eve-vel szenvedünk, és a játék nagyon nem akar nekem kulcsot adni. Áó. Madár nem hajlandó dolgozni, na végre. Speed upgrade, pontosan erre volt szükségünk. Hát... Ezzel ugye most az a baj, hogy nem tudom kellő tempóban kinyírni a legyekhez. Mert így vagyok, akinek a sebzése... Na most már nem a Lula és a béka segélyek között van, csak ezzel egy baj van, hogy mindjárt meghalok. Hát, ha nem. A Duke of Lies ellen meghalni kicsit kínos lenne. Megtörténhet simán. Próbálom a legyeket kordában tartani. De úgy látom, túléljük. Nagy Tears upgrade, ennek örülök. És hát akkor kódos gyerek. Szivatsz.
Justice. Nem. Na jó, hát akkor egy itemommal kevesebb. Nem mintha minden segítségre szükségünk lenne ível egyáltalán, de úgyis. Úgyhogy akkor visszajövök ezért, mert nem hagyom itt a közhiedelemmel ellentétben. Úgy is mert szerintek egy Call of Duty-zik? Hát ez egy nagyszerű szint volt. Egyszerűen csodás, és itt nem tudom mit fogok csinálni. Úristen, elfelejtettem, hogy van mágnesem. Na jó, örülök, hogy ennek a körnek így vége van. Van mágnesem. Na jó, örülök, hogy ennek a körnek így vége van. Hát, ha ezzel most több szerencsénk lesz. Most lesz egy ingyen item roomunk, tehát ez... Ennek örülök, hogy meghaltam most. Hát, ha a következő kör egy kicsit kevésbé lesz ultrafors. Kiírtam magam a saját bombámmal, a tower kártyával, mert mágnesem volt és visszavonzott a hozzám. Szeretjük az ilyen minősíthetetlen íves köröket. Ó, és a Steam első Isaac feje. Na nézzük. Köszi. Kicsit kárpótolva érzem most magam. Nem nagyon, de egy kicsit. Hát lemaradtál egy rövid íves item telenségtől egy félkört. Meghaltunk a képzegyen. Ami teljes, vagy Catacombs egyen, ami teljesítmény. Egy Polyphemus igen, elfogadnám. Hagytam, hogy belém gyalogoljon? Én idióta. Na jó. Reméljük, hogy emiatt nem fogunk meghalni a boss fight-on. Titkos moderátor szekta. Nem is akarok hozzászólni. Nagyobbiknak mindjárt vége kéne, hogy legyen. Igen. És most jön a kisebbik. Akinek hát esélye sincs, mert lepattan a könnyeimről. Ez egy uncsi, de egyszerű boss fight. Plusz életerő, nagyszerű. És szerencsére van egy kulcsunk, hogy itt majd, úgyhogy itt majd be tudunk menni szintén az item boomba. Mennyivel jobban alakul ez már most, mint az előző kör? Egész egyszerűen azért, mert a játék nem zár el előlünk minden potenciális asszisztenciát. Na vajon folytatjuk-e? Ilyen rendszerességgel fog beállni, akkor ideges leszek. Azt mondtam, mielőtt elszálltunk volna, élünk most egyébként, vagy a semmibe pofázom. De szerintem most már élünk. Elvileg. Csetek. Na már, vagy most már látni fogom. Látszom? Megyek, nagyszerű. Hallatszom is? Oké. Játék természetesen megint megállt, és megint eltaláltak. Nagyon szeretem, amikor ez történik. Counter chat turistek, ja Istenem. Ez ugye tudod, hogy nagyon szar volt. Olyan szar, mint az item, amit most felvettünk. Az fog történni, hogy ott egy koldus gyerek, akit én felrobbantok. Reméljük, hogy ez egy ördög szobára jó lesz nekünk. Na,
Nem játszom túl jól, azt azért úgy érzem. Tegnap tök jól játszottam. Más kérdés, hogy emiatt aztán össze-vissza is rossz kor aludtam, úgyhogy... Nyilván ez hatással van rám. Na, ide nézzünk be. Macska item! De jó nekünk. Az első. De minden bizonnyal nem az utolsó, és ezzel be tudok menni a boltba. Tegnap nem volt stream. Nézzük, mi ott találunk a boltban. Iránytű! Woohoo! Rendkívüli örömhír, most már tudni fogjuk, merre kell menni. Legalábbis egy kicsit jobban, mint máskor. És jöjjön a boss fight, aminek a végén remélhetőleg egy ördögüzlet vár. Persze, hogy megvan a stat playing, azt hiszem 200 óra után jár, én meg 700-nál tartok, úgyhogy igen. Ajaj, ne találj már többször. Szóval ugye a kódos gyerek felrobbantása után kicsit jobbak az esélyeink egy ördögszobára, hát ha kapunk is egyet. Igen. Nagyon lesz a macska item, hölgyek urak. Nem. De én azért bevásárolok. Plusz sebzés az ívvel, hát mit nem mondjak, elég fontos. Dupla szint. Legalább nem a katakombák viszont. Paranautical Activity-t ismerem. Nem játszottam még. De mennyi időbe telik, hogy négyszeres lövéssel is kinyitni ezeket a pici gagyi szarokat, nézzétek már meg. Ezt nem lett volna szabad hagynom, hogy eltaláljon. Kulcsom továbbra sincs. Pedig egy-két kulcs nem ártana, megint kezdi a játék ezt a hülyeségét, hogy neki derogál nekünk kulcsot adni. Nem tudom, lesz a Mortal Kombat, még meglátom. Valószínűleg ma nem, de... Nyilván. Mindig minden lehetséges. A moderátoraim létszín legyenek szándékosan idióták, mert nem szándékosan is tudnak adok lenni, és... Pont az a dolguk, hogy az idiotizmus csökkentsék a cseten, és ne generálják. Túlzott szándékos idiotizmus zöld kajdocka megvonását jelentheti. Mindjárt meg fogunk halni emberek, ezt ugye szeretném jelezni. A Walking Dead végigjátszás nem hiszem, tehát az egy jó sztori, és nem tudok nagyon mit hozzátenni. Pont úgy útba lennék, azt játszanám neki magának. Odokat én jelöltem ki, persze. Ennyi időbe telik már ezt is kinyírni. Négyes lövéssel. Nagyszerű, egy kis extra életerő, ez nagyon jól jött most. Munkártyának is örülök. És ezt a szobát valahogy pont kiadjuk. Itt az ideje bepótolni. Anyád! Ez fájt, ez fájt. Viszont így be tudunk menni a curse roomba, és így az életünket kockáztatjuk vele, de meg fogom nem tenni. Ha lenne kulcsunk, a boltba is lemehetnénk, de hát tudjátok, mink nincs. Kulcsunk. Így már nem tudunk bemenni a curse roomba.
kellemetlen fejlemény. Se életerünk, se kulcsunk, lassan életkedvünk se. Én sokat elárul, hogy megkaptuk egy Mutant Spider-t, és mégis szarban vagyunk. Nem feltétlen amiatt, hogy rosszul játszom, bár tényleg nem játszom a legjobban. Segítség. Kérlek játék, kulcsot adj, vagy életerőt, vagy bármit. Jó, nem, a bármi alatt pont nem bombákat értettem. Mert nem fogalmaztam eléggé egyértelműen. Mi ez? A bomba energiaital szponzorálja ezt az Isaac kört, vagy mi a franc? A macska fej kék legyeket generál, ilyen öngyilkos hadműveletet végző kamikáze legyeket minden egyes szobában. Nem tudom, miért érdekel téged ennyire a háttérképen, nem teljesen jelentéktelen? Ajaj. Most már tényleg a halál szélén állunk. Bejártuk ezt az egész fél szintet, és sehol egy kulcs. Hát, ha ebben lesz. Vagy egy kis életerő. Nem, pénz. Nagy hasznát fogjuk venni a sírban. Szia! Repülőkártya most nagyon jól jött. Ennek rendkívül örülök. Adj egy jelenések könyvét. Vagy egy pár kulcs. Még nem. Elvileg. Halló, halló. Úgy látom, élünk megint. Aki épp arról győzkedik, hogy szerezzen meg az Europa Universalis 4-et. Nem tudom miért. Na. Azt hittem, hogy tudok még repülni, de nyilván az csak egy szobára szólt. Hang van, kép nincs. Ez ugye a kínai tévészerelő. Ez nem tudom, hogy lehet, hogy nincs kép. Nagyszerű. Egy bodri item kell. Nekem egy bármilyen item jó lenne most már. Megcsináltunk egy dupla szintet, és nem kapunk egy kulcsot se. Ez lesz a vége a dolognak. Úristen, emberek! Egy kulcs! És most bemegyünk az item roomba, és találunk valami lemon mishap-et, vagy valami használhatatlan szart. Fogadunk? Készüljünk a pillanatra. Nem, én tudjátok, mit fogok csinálni? A boltba fogok menni. Lehet, hogy greed lesz ott, de... Nem megyek a boltba, mert lehet, hogy greed lesz ott. Ezt visszajontam nagyon gyorsan. Mert ugye dupla szint, úgyhogy gondolom most 50% az esély, és arra nem akarnám elbaszni az egyetlen kulcsom. Egy szar space bar item, ki gondolta volna? Plusz életerőt is elfogadom, vagy hát az ID-beget egy pillanatra. Nem tudom, miért gyűjtök ennyi pénzt, de végül is miért ne. Persze, hogy nem a plusz életerőt kaptam meg egyébként. Nem volt az kék, az fehér volt. Fallen adhat nekünk valami nagyon jót egyébként, tehát ez most vízválasztó, hogy milyen itemet kapunk tőle. Egy money equals power mondjuk jöhetne, például. Vagy egy nail, vagy egy nem is tudom, hát meglátjuk, mit kapunk. Amilyen az eddigi szerencsénk, ami monster menüvel lesz a vége. Ne köpködjetek, nem túl gusztusos és nem túl udvarias.
És ezzel végre vége lesz ennek a boss fightnak. És megkaptuk a Monster Manuelt! Hát hogy tudtam? Hogy tudtam? A lottóz, így legyen összesen a lottón. Gördi legalább nem nehéz. A könyv azt csinálja, hogy ad neked egy familiar-t 6 szobánként egyszer. Ennyit. Plusz életerő. Kösz. Pontosan erre volt szükségem. Megmutatom. Megkaptuk Brother Bobby-t. Elvesztettük Brother Bobby-t. Ennyi volt. Juhú! Na már is megnézem itt ezt a Curse Room-ot. Utolsó utáni lehetőségemen. Macska item! Ez speciál jó. Mert így ugye Horror of Babylon esete fog fennforogni. És már csak egy macska itemre vagyunk attól, hogy macskává változunk, ami valószínűleg az egyetlen kiutat jelenteni számunkba ebből a rémálomból. Szóval, macska vagy semmi? Ez a helyzet. Megfeledjük, nincs életerő utánpótlásunk, tehát ezt be kéne osztanom. Nyilván aranyláda, nyilván. Csinálj meg a mini boss fightot. Általában nem nehezek. Fájt meg extra könnyű volt mindig is. Természetesen az anarchista szakácskönyvet nagyon szerettem volna megkapni. Szerencsére nem tudom milyen hangja van egy élő macskának. Égő macskának. Élő macskának tudom milyen hangja. Gyorsabb, mint a lövedékeim. Az képest, hogy vigyázom kéne az életerőmre, két szívet már el is basztam. Ezzel a tempóval nagyon hamar meghalunk. Boss fight, leszarom, csináljuk! Nem igaz? Hazugság! Ja is... Mi ütött ma belém? Nyomokban se tartalmaz jó Isaac játékot, amit eddig itt ma csináltam. Szerintem neki legalább annyi lesz pillanatokon belül. Új, és ott hagytam a Guppy's part. Akkor ezt nem veszük fel. Kész. Bár van ördögüzletünk, akkor felveszem, és hát ha az ördög megveszi. Ilyen az én szerencsém. Nem tudom, miért nem gondoltam arra, hogy a pisztolyt hozzam magammal. Nem kaptam még olyan sok könyvet. Monster Manual, anarchista szakácskönyv, ennyi. Mintha részegen játszanék? Mintha álmosan játszanék, igen. Nem aludtam túl jó. Meg háromszor kellett felkelnem alvásomat megszakítva, hogy a Neptunnal szenvedjek. Bodri játszik, édes vagy. Hát, ha ez a Secret Room. Nem. Túl könnyű lett volna így bejutni az Item Room-ba. Ilyen szerencsénk nincs. Még ha lett is volna, van egy 7-8 könyv egyébként. Összesen. Ö,
Ez kérlek szépen arra jó ez a szén, hogy minél messzebbre megy a lövedéked, mint látod, annál nagyobb lesz és annál többet cserez. Ugye egy tényleg teljes baromságot álmodtam, amiből most csak annyit mondanék el, hogy cseresznyével áldozott valaki. Azok voltak a labdák. Rakjunk fel egy bombát, hát ha elég arra, hogy kinyírja őket. Kettőre elég volt. De egy kulcsunk nincs továbbra se, tehát ez elképesztő. A lampok ott tök jó. A kénzáj annyit csinál, hogy 25% esélyed van rá, hogy megkapod az iránytű effektust, ami nekünk amúgy is megvan. Tehát teljesen haszontalan. Csak hát most miért ne vegyem fel? Ez hihetetlen, hogy egy darab kulcsot nem kapunk egyébként. Most se, nyilván. Elképesztő. Ugye van a sorstalanság, ez a kulcstalanság. Ez kész. Ez teljességgel kész. Hát akkor megyünk tovább újabb item room nélkül. Eddig volt 5 item room, ebből egyben voltunk. Egy darabban. Azért az új... Szép. Ott egy könyvtár, hát nyilván nem fogunk tudni bemenni. Ezt ugye nem kell magyaráznom, hogy miért. Ha macskává változnánk, még akkor le is szarhatnánk egyébként az egészet. Full életerő, kösz. Erre most nagy szükségem volt. Nagyon sok jó fog nekünk adni. De szkeleton ki most már késő. Semmi a fasz kezdjek vele, alig lesz, mint kinyitnom. Ha most megkapnám, az már trollkodás lenne. Szerettem volna a szkeleton ki, most már kurva mindegy. Könyvtárba nem megyek, mert a macska fejet nem adnám fel. Tök jó kis plusz sebzés. Max egy jelenések könyvéért, de annak meg elég alacsony a valószínűsége. Egyszerű, vissza fogjuk szerezni a holopedron effektet. Chest utolsó szobájában, mert szerinted ezzel eljutok oda. Édes a bizalmad, de nem fog megtörténni. Aranykulcsot, igen. Ha a macskával változom, elkezdek repülni, és rengeteg ilyen kék lejjebb szerzek. Azt a kurva. Köszi. Nail 6 szabánként egy szabad egy spirit heartot, és növeli a sebzésem. Ha. Jelenések könyvének jobb verzió, és plusz sebzés. Te jó ég, megváltozt, és ott egy aranykulcs. Wow! Milyen gyorsan megfordulhatnak itt a dolgok, emberek. Ezt nyissuk is ki, ha már megtehetjük. Szóval kellemes fordulat, ok. Már csak annyi kéne, hogy macskává változunk, és be is fognám a számot. Hát jó, azért nem lenne Isaac az Isaac, ha nem kapnánk egy trademarkra kalapszart, meg egy super gridet ide. Mind a ketten 4-et lövünk. Úgyhogy fair a küzdelem. És kapunk rengeteg pénzt, egy money equals power is jöhetne. Szóval ez... Most mondtam el, mire jó a néha. Szóval azért, igen, még a játék azért szivat minket közben, tehát ugye az egyik kezével megsimogat, másikkal megpofoz.
kaptunk egy small rockot, meg egy nailt, meg egy aranykulcsot, de az item roomban egy kalapszar volt, a boltban semmi. Itt pedig van egy Book of Belial, amit nem viszek magammal. Tehát azért érezzük a játék ügyességét. Kaptunk egy aranykulcsot, de mindhárom szoba, amit kinyitottunk a kulcsa, olyan cuccot tartalmazott, ami nekem nem kellett. Ezen úgy gondolkodjunk el egy kicsit. Nagyon örülnék, mondom. Úristen, egy sima kulcs! Woohoo! Szóval nagyon vágyom az utolsó macska itemre, és azzal talán még akkor ezt itt diadalra is tudnám vinni. Azzal meg a polaroid sebezhetetlenséggel. Más nem nagyon tudok elképzelni, mint olyan itemet, ami így átlökne minket ugye ezen a határon a használható és a nyerő között. Azért az szép, hogy kulcsutopjaink több mint 50%-át ezen a szinten kaptuk. Polyphemus végül is. Csak azon még nagyon lassan lőnék. Úristen, még egy kulcs. Hát most már mindegy. 10 bomba végül is miért ne. Igen, valami sebzés már produkálunk. Valamit. Azért ezeket a szarságokat nem tudjuk egy lövésbe kinyírni, ami idegesítő. Ne ugrálj el. Szerintem ne ugrálj el. Kösz. És még van egy adag. És mehetünk is tovább. Sacred Heart, tény. Sacred Heart az lesz az egyik szeptemberi videóban, és jó buli nagyon. Már nem tudom, honnan tudnánk már Sacred Heartot szerezni, angyalszobány nem lesz, ez itt a anyánk. A nehezebbik, a kék fajta, ami a nehéz ellenfeleket spawnolja, de... Emlék, hogy olyan nagy kihívás azért nem fog okozni. Életereje neki a legkevesebb. És ez látszik is. És mindjárt vége a küzdelemnek. Oh, wow! Két random spirit heart. Na jó, én azt fogom csinálni, hogy ezt az életerőt itt hagyom. Ha emiatt nem tudok majd macskává változni üstekő. De kell a polaroid sebezhetetlenség. Burnout Paradise-ból streamet próbáltam, ugye nem sikerült. Let's play nem hiszem, hogy lesz. Ott a most wanted, és az is eléggé repetitív néha. Az most jött el abban a pont, hogy el kell kezdjen vágni. El most már teljesen mindegy a kulcs. Ott hagyom, a polaroid sebezhetetlenség sokkal többet ér, mint egy életerő. Nem fogyasszuk a könyveket. Book of Shadows nem rossz, de azért inkább ne jó. Aztán ebből viszont húskocka lesz így, ami szar. Szia! Wow, én totálisan barom. Most pedig már orvaszájba kapom a kulcsokat. Unicorni szar? Köszönöm. Ezt a boss fightra beviszem. De annyi. Kaphattunk volna jobbat is, mondjuk a habitat. És akkor megszedjük is fel, hogy valószínűleg akkor a halál lesz az ellenfelünk, mert elhasználtam a jelenések könyvét, és akkor az apokalipszis is négy lovasának egyike szokott érkezni. Igen. És én ennek egyáltalán nem örülök. Önök itt jól megszívatta magát ezekkel a robbanó legyekkel, és ez szép volt tőle. Á,
nincs sok hátra, remélhetőleg. De Nóban az a szar, hogy általában így lepattan a lövedékeimről. Húskocka, ördögszoba. És egy szívért macska item. Na-na-na-na! Nincs stream macskává változás nélkül, szinte úgy tűnik. Hölgyeim és uraim, mi vagyunk a macska, aki repül, aki állandóan legyeket fog köpködni, és aki talán tud nyerni így már. Köszönöm azt. Elképesztő, milyen gyakorisággal változom mostanában macskává. Nem, mintha panaszkodnék. És nézzük, hogy itt mit találom majd. Kulcsot ezzel vissza is kaptuk. Reméljük nem életerőt. Nem, a dobozt. A dobozt tök jó nekünk most. Látható, rengeteg legyet gyártunk, és minden légy kétszer annyit sebez, mint mi. Tehát nagyon hatékony kis dolgok. És ugye, mert négyet lövünk, még rengeteg sokkal több legyet gyártunk, mint egyébként tennénk. Szóval ez így egy nagyon potens kis találás, amiben nagy bizodalmam is van. Duplázzuk meg a pénzünket? Miért ne? És fingjünk egyet, mert miért ne? És ezek után talán tudunk valamit ezzel ebből kihozni. Szeretném ezt hinni. Lesz talán ki majd persze. Stalanki meg Isaac adott a kötelező köröt a streamen, amiket örömmel futott le. Mégse erre kell jönni? Érdekes. Mint hallom Pretty Flyer kéne még, azt mondjuk elfogadnám. Tekmény, nem tudom, lesz a mai streamen. Mindjárt meg lesz a szerverünk, akkor úgyis ott a szába lesz. Úgyhogy már nem biztos, hogy arra fogok így időt szakítani. Tehát a 7 szűk esztendő után jön a 7 bő esztendő, azt hiszem ezt elmondhatjuk. Tehát az első pár szint abszolút lószara után a Depths 2 így helyre rakott minket. Pubertás, tök jó. Még egy, hát idézőjelesen macska item, ami engem nem érdekel. 100 000 inkább a nél, köszönöm. Ezt károlt kinyitni, nem mindegy. Ugye 4 kulcs kell a cseszre. Első pár, jó, mindegyik kivéve a Depths 2. Na és akkor nyírjuk ki anyánk szívét, vagy hát anyánk elvileg szívét gyakorlatilag izékéjét. Most már monstró se fogja túl sokáig húzni szerencsére. Egy baj van ezzel a felállással, hogy ugye a Isaac-ék, amikor majd visszalőnek ránk, azt nem nagyon tudjuk mivel blokkolni, és az szar lesz. A legyek ugye állandóan el fogják őket találni. Abból még lehet bajunk simán. Szervele persze bárki mehet, ez a tök jó benne. És akkor is tudtok játszani, ha én nem vagyok ott. Tele lesz az én őrült kreációimmal. Hát akkor a következő szint. Egy manifus távolságon meg azt egyébként. Már csak már nem nagyon van honnan megszerezni. A Loki drága nem húzta sokáig. Most vagy rossz irányba megyünk, vagy itt egy ilyen nagyon furcsa visszakanyarodó út van. Én abban bízom, hogy az utóbbi eset forog fent. Random Spirit Heart nagyszerű. Jó, ezzel a szobában nem kívánok szarozni, remélem megértitek. Viszlát.
35 gombával megtehettem, hogy kirobbantam magam onnan. Na, ezt is megoldottuk. Ide volt, te se érdekes, és egy kis ütöttad neked az ajtót, akkor én már el is mennék. Ez pedig egyszerű. Nem, de nagyszerű. És itt van Isaac. De látható állandóan visszalő, úgyhogy sok szerencsét a kikerülésére ennek a rengeteg lövedéknek. Köbben lehetetlen. Mint látható. Elég sokszor el fognak mint eddig találni, ami igen kellemetlen. Tehát túl sok életerőnk azért nincs. Nagyon koncentrálok most, ezért így szakadozó a kommentárom. Remélem megértitek. Így már könnyebb így, hogy nem lő vissza mindig, amikor eltalálom. Úr is az angyal pont az orrom elé került. Azért annyira sokszor nem találtál. Úgyhogy így esélyünk van a végső győzelemre, egyáltalán nem garantált. Halo Flies, extra védelem, most már nem fog eltalálni semmi. A lehető legjobb odd mushroom, többször fogunk lőni, több légy. Követő kis Ghost Baby. És ezt már nem tudom kinyitni, de nagyszerű. Nagyjából mindent megkaptam, amire szükségem volt. Ez gyors volt. Hogy ezek a chest item-ek tökre helyre raktak minket. Minden angyal könnyen támad, a fetuszok támadnak vérrel csak. Eredetileg az angyaloknak egyébként homing lövedékei, nagy villa homing lövedékei voltak, csak aztán azt kipatchelték, meg gondolom túl durva volt. Nem mondom, hogy zavar, hogy az már nincs. Joker kártya. Infestation, eltalálnak, akkor is lesznek legyen. És persze egy Joker kártya, csak kérnem kellett. Ott lenne még egy macska item, de rámenne az összes életerőm, és különben sincs semmi értelme. Dupla wretched. De szar nekik. Sok a légy. Meg a pók, ilyen rovarház, vagy bogárház, minden rovár bogar, de nem minden bogar rovár. Akkor már mondjuk is végig rosszul. Oké, ezzel megtalálnánk a secret roomokat, hogyha megtalálnánk őket. Most nem fogok egy teljes chest kinyírós kört csinálni, szerintem meg tudnám csinálni, de most úgy nincs kedvem hozzá. És Warnak is pillanatokon belül vége lesz. Nagyszerű. Deci Scrolls. Végül is bevihetem izéhez, mert a nail úgyse elkészem. Csodásan nézünk ki egyébként. Deck of Cards. Kaptam egy napkártyát, ami végül is jó. Majd egy Necronomiconra jó lesz, hogy elkezd angyalokat gyártani. A sebzésünk azért azt hiszem megvan itt a boldoguláshoz. Na jönnek az angyalok. Mennyiből az angyal, nye. És a dalt be kellett szüntetni. Kinyírtuk az összes angyalt. Meg kinyírtuk Blue Baby-t. Nyertünk. Nagyszerű. Melyik boss irányítanám a legszívesebben? Hát ez egy hülye kérdés. Nagyon hülye kérdés, és nem tudom értelem. Talán ajánlkod, és így taposnék mindenkire mindenhol. Na szóval megnyertük az Isaac kört, nem tudom, hogy a ficsába nyertük meg az első öt szint után, tehát ha valaki ott nekem azt mondta volna, hogy, hogy a chessbe lesz, de valaki mondta is, meglepő. Elég régóta Isaac ezen, nem tudom mióta, még bőven nem volt.
Már a Halloween-i update után, de még jóval a Breath of the Wild előtt. És lassan 700 óránál járok benne. Most viszont szerintem a Spelunky következik, úgyhogy pillanatokon belül következünk. Elvileg itt vagyunk. Most talán ki lesz. Én nem vagyok a világ leggyorsabb spelunky se biztosan. Lesz egy daily challenging, de előtte Bodri élőben írja a Bodri Fan Club. Csoda, hogy még ezt az ének, adjunk már egy chance-ot. Nem az Xboxos verzióban is ki lehet választani, hogy szőke csaj, pasi vagy bodri, azt én is megtettem itt. Megmutatom, ha mindjárt, ha meg tudom. Persze ismer a Papers, Priest, imádom. Lehet a Damsel Style át lehet állítani. Na szóval játszunk. Ez nem a daily challenge, mielőtt valaki megkérdezi, ez még csak egy random kör. Kicsit bele kell jönnöm, vagy éppenséggel ugye demonstrálom, ó, iránytű, hogy mennyire nem fog ez ma menni, mint a múltkor, amikor konkrétan a Benny Hill Show főcím zenéjét raktam be a játék alá, mert annyira béna voltam. Reméljük, hogy ahhoz képest most egy kicsit jobb leszek. Csak egy kicsikét. Örülnék neki. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én örülnék egy annál egy fokkal jobb teljesítménynek. De akkor 5 vagy 6 próbálkodásra egyszer jutok ki a bányából, az nem egy jó teljesítmény. És ha még egyszer kimondom a teljesítmény szót, az mázli volt, hogy az nem találtam. Ha még egyszer kimondom a teljesítmény szót, lőjetek pofán nyugodtan. Oda nem hiszem, hogy bemegyek egy bombával. És itt van Bodri, mindenki kedvenc Bodria. Ami nyilván elég egy... Tehát ha nem is tautológikus, de redundáns állítás volt. Szia Bodri! Ma először vagy itt velünk. Reméljük nem utoljára. Hadd dobáljalak egy kicsit, ha már itt találkoztam. Ave Bodri. Ave Bodri Moritorida Salutant. Persze jöjtöttem el City of Gold-ba párszor. Pokolba még nem. Missy tánc a Team Fortress videóban. Ja Istenem. Úristen. Wow. Ez a pók jobban megszivatott, mint amennyire ezt hagynom kellett volna. Teljes itt az állatkert, mint láthatjuk.
Mióta árulhat vajon a boltos? Egy halombombát. Én azt szerintem abból vásárolok is magamnak 12-t. Tésztát megvenni elég ordas hiba lett volna, mert itt ingyen megszerezzük. Így. Fogunk mi még boltossal szarozni, de nem most. Én ide pedig fel fogok menni azért a ládáért, meg egyéb finomságokért. Értsd, aranyért. Nem tudom, hol van Boldri, de nem itt. Ott van Boldri. Szabadítsuk ki, mint Willit. Egy-két bombát megért. És anyagilag se jöttünk ki belőle túl rosszul. De most már menjünk is. Nem tudom, hogy mikor lesz free-to-play a Showdown Effect már, ha egyáltalán csak írogattak róla a fórumon. Ott egy random nyílt csapda, amit nem tudom, hogy fogok aktiválni. Nem szeretném a pofámba aktiválni, de... Azt fogom csinálni, itt felhasználok egy bombát, és itt átmászom Bodrihoz. És majd Bodri aktiválja neki. Köszi, Bodri. Kedves volt tőled. Úristen, majdnem halálra veszélyeztem a szegény kutyát. Persze, hogy ismerem a Bioshockot, bár játszani nem játszottam. Attól tartott, Bodri meghalt. Nem, Bodri él. És virul. Ja! Milyen jó, ez a nyílt csapda már kilőtt, mert én nem lőtt pofám. Értem én, hogy akad, nem tudok túl sok mindent csinálni, csak reménykedni, hogy abba hagyja. Akad-e akadás, ugye? Szörnyű szóviccek rovatunk, azt hiszem legeklatánsabb példája, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Bureau X Declassified szar, és én ezt tudtam előre, úgyhogy nem is állt szándékomban megvenni. Videó tuti nem lesz belőle. Mondom, nem tudok mit csinálni azzal, hogy akad sajnos. Megállítom egy kicsit esetleg, de ennyit. XCOM Bodri Unknown, jó van. Crusader Kings 2 live van, ahhoz az kéne, hogy jobb felbontásba tudjak streamelni, és az momentán nem megy. Bombából tök jól állunk. Helyzet csak az, hogy én most tök jól bevásárolok, csak hát mert kellene ugye 50 ezer arany. Vagy dollár. Pay Bodri the Heist, ehhez nem is akarok hozzászólni. Próbáljuk meg aktiválni azt a... Úristen. Ebben bíztam valami ilyesmiben, hogy ebből lesz egy halom pénzünk. És jön a szellem, úgyhogy mi meg menjünk. Nem tudnátok olvasni a szöveget. Ami azért a Crusader Kings-e baj lenne. Nem látni sehol, hogy mik vannak. Extra nagy robbanás. 1800 dollár egy bombáért. Szerintem ennyi bombával mondom, ez egy simán megengedhető üzlet.
és lát kobra. Kobra 11. És ott a láda. Úgyhogy nekem ide kutya kötelességem, érted? Kutya a kötelességem, hehehe, bejönni. Jé, ott van Bodri. Ha már kutya kötelesség. Mi van ott fent? Mert ha ott van a kulcs, ezt meg kéne találni. Sajnos most nem tudom megmondani, hogy ott van-e a kulcs, és eléggé kellemetlen lenne, ha ott lenne, és én ott hagynám. Mert erről a problémáról majd később elfilozofálok. Momentán mentsük meg gyorsan Bodrit. El akarom lopni azt a szobrot, ha megtehetem biztonságosan. Ott a kulcs, akkor ez a probléma egyáltalán nem aktuális. Ehhez ismét el kell majd használnom egy-két bombát, de annyi baj legyen. Ezt a dobos sártana hozni magammal, vagy ládát, dobosz, jó van. Ne feledjük komoly szobor ellopási szándékainkat sem. Abban az lenne a fontos, hogy a boltos ne kapjon tőlünk ideggörcsöt, amire ő hajlamos. Tehát kelleni fog az arany, az a helyzet. Ez egy kockázatos utás. Azt hittem, hogy a boltos volt, de szerencsére nem. Egy pók, két pók, Bodri. Bodri, menjél. Vagy jó, Bodri, várjunk még egy pillanatot. Várjuk meg ő szellemségét. Nekem ez kell egy kötél, hogy feljussak, ez irritáló. Nincs túl sok kötelünk. Na hölgyek, urak, eljutottunk a dzsungelbe, amivel már is jobban teljesítettünk, mint a múltkori streamen igazából végig. Rengeteg jó itemünk van és tök sok pénzünk, hanem is 50 ezer, de majdnem. És most már tényleg van is 50 ezer, úgyhogy befogtam. Bodri áldozó asztalból mostanában nincs elég. Pár abból sosem elég. Nem ezt akartam felrobbantani, ezt nem is lehet. Mert azt oda akarok feljutni ahhoz a dobozhoz, anélkül, hogy el kéne használni a kötelem. Hegymászó kesztyű! Bazió! Ebben a vízben nincs piránya. Ó, itt van a fekete piac valahol. Kérdés, megtalálom-e majd? Ez néha szokott nehézséget jelenteni. Reméljük, ez most nem lesz egyik ezen alkalmaknak. Ott van Bodri. Látom. Mindenki kedvenc kutyáján. Vagy ott egy majom. És a majmok itt nagyon szemetek tudnak ám lenni, úgyhogy szabaduljunk meg tőle. Lehet, hogy Bodrit én most itt hagyom. Életerőm most úgyis van elég. Még egyszer a halálzónán nem kelnék át, hanem muszáj. De jó lenne tudni, hogy hol a... Hallottam ám a pittyenét, de még nem pittyeg eleget, hogy... megnyugtató bizonyossággal tudjam, merre kéne menni. Plusz itt van egy köcsök piránya. Meg akartam ölni ezt a... Hagyd abba a köpködést, kösz. Attól tartok, nem fogom tudni, hol a fekete piac. Úgyhogy mehetünk oda-vissza. Erre egy bombát elpazarlok. Az a izé ott villog, ahol a fekete piac bejárata van. És sajnos fogalmam nincs, hogy hol van ez a bizonyos fekete piac. Aminek így hőn áhítjuk a bejáratát. Bodrit ki, most már meg is menthetem akár. Gyere Bodri. Attól tartok, le kell mondanunk a fekete piacról, főleg így.
Ja, nincs több bombám. Ja, hát akkor sajnos nem tudunk menni a fekete piacra, mert nem sikerült megtalálnom, ami nagyon szomorú. Hát ez van. Meg ilyen egy szellem. A más szinték van, azt jelzi. És ugyanilyen kis bokor ajtó, mint ez itt. Úgyhogy sajnos erről a lehetőségről lecsúsztunk. Lehet, hogy azzal a húsevő növényen nem kéne szarakodnom. Ott valahol, de hát nem tudtuk, hogy hol pontosan. Finoman leereszkedtünk. Én itt láttam valamit, ami engem érdekelt, egy doboz volt, ugye? Igen, nem tudom, hogy le tudok-e úgy jönni, hogy ne halljak bele, de igen. Ott egy áldozóasztal. Ó, egy fagyasztópisztoly. Fagyasztópisztoly a szar item definíciója, drága szar item definíciója. Nem, ez a szar item definíciója, az olcsó szar item, ez a... izé álljú. Ugye, pókhálókat gyárt. Boldog, ha sétáljott le, hogy feláldozhassunk. Ó, Bodri, bazd meg, az a halálcsapda. Hát észre se vettük. Hát bocs, Bodri. Ez nem tűnt fel, hogy ott van. Sajnálom. Ó, az a bomba, az úgy nem volt jó. A fának annyi. Teljes a káosz, amit itt akartam. Megint egy ilyen ágyú, te jó ég. Szartúl tengés van. Minden ezúton szeretném kirobbantani magam, köszi. Hülye majom. Köszönöm, hogy ő kikerülésére, azt is elfogytak a bombáim. Itt hogy menjek át? Szerintem a szobrot kell rádobnom konkrétan. Aggasztan közel vagy hozzám. Oké, vigyük a szobrot, húzzunk innen. Nincs se bombánk, se kötelünk, és ez szörnyű. Úgyhogy boltot szeretnék most nagyon. Egyelőre nincs. Anya királynő a nagy piros szemű izé kinyírása 4 életerőt adna nekünk. Ami jöhet. Gyertek, gyere szépen. Bár az a baj, hogy nincs ugye semmi, amivel ki tudnám írni. Mondom még egyszer, se bombám, se kötelem. És szerintem csak rátaposva nem tudom őt kinyírni. Gyere, gyere. Leserzem, nagyszerű, éljen a szöges cipő, mire nem jó. Na. Egyik köcsög, köszi. Tűtű, plusz 4 életerő. Sajnos csak így tudom őket így eltávolítani a rendszeremből. De a nettó életerő változás itt azért nem lesz túl pozitív. Márha egyáltalán itt a végére. És ott a kiárat, amit én meg is célzok. Továbbra sem találtunk boltot, úgyhogy hosszú távon mi itt szarban leszünk. Hülye majom. Hülye majom, ellopja az aranyam. Majom. Majom. Majom, ha igazán abba hagyhatnál. Hagyd már abba, te kis rohadék, na végre. Milyen elérik a 100 000 aranyas hatalmat, az nagy határt. Mert se bombánk, se kötelünk, se ankunk, úgyhogy hosszú távú reményeim nem túl jók. Pardon, bocsánat. Elnézést az akadás, én nem tudok velem csinálni. És igen, most már elkezdem felrakni a streameket YouTube-ra. Bájos segítőm Wasabi segítségével.
pályás asszisztensem, vagy hogy szokták ezt mondani? Ez egy csöppet életveszélyes hely. Ne! Szórakozz, ezért életveszélyes. Azt hiszem, de nem fogok visszajutni. Nem tudom, mi ez a szorszálbontás. Ilyen kiírás, hogy nem láttam. A béka rajta ül az ellopható aranyszobron. De szerintem azt az aranyszobrot nem lopjuk el. Szöges cipő miatt ezeket instant kinyírjuk. Itt is egy óriás béka. Mi ez az óriás béka klub? Úristen. Mit csináljak itt? Nincs semmi, amivel ki tudnám írni azt a hatalmas békát. Nincs bombám, amivel átmenjek. Nincsen kötelem, amivel felmászhatnék. Szerintem itt nincs tovább konkrétan. Hát ez egy komoly kihívás. Jó. Oké. Ásványvizet hiszem egyébként. Na jó. Hát ez egy nagyon szerencsétlen sarokba szorítottam itt magam, tehát szerintem így is úgy is meghaltam volna. Aranybéka az. Szia, pók. Hát itt semmi nincs konkrétan. Reméljük ez a kör egy kicsit sikeresebb lesz. Már nem volt ez olyan rossz, tehát mondom, a múltkori streamhez képest ez már rekord volt, amit itt csináltam. Ezután a kör után megcsináljuk a daily-t, aztán váltunk valami másra. Talán lesz egy kis Mortal Kombat, aztán egy utolsó helyzet, és kivégzem a streamet. Meglátom. Podri megérek kötelet, szerintem ebben megegyezheti mindannyian. Nyö. Túl sok pénzünk nem lett ezen a szinten, de hát ez van. Kígyó verem. Az általában jó sok pénz és egy csákányt jelent számunkra. Mua. Aj, ez a nagy pókkal szeretnék ember... Ajaj! Ez alakulhatatlan sokkal rosszabbul is ennél. Wow, mit csinálok? Bármit is, ostobaság. Megvan a csákány. Nagyszerű. Bodri, menj arrébb, hogy téged ne csákányozzalak össze. Tudom oldalra kinyírni a falat a létráról? Nem. Net feltöltése elvileg 5 mega, látod, de nem látszik. Wow, bazd meg! Szóval mindenképp meg akarok küzdeni azzal az óriás pókkal. Hát nyilván ezeket a kis helyeket is itt megkeresném magamnak. És itt az óriás fók lakhelye. És jó esetben végső nyughelye, pontosan.
Hát, hogy 5 mega ide vagy oda, kurva lassú, vagy akad. Instabil, inkább azt mondanám, mert nem az, hogy lassú. Na menjünk. Egy élet, egy bomba, egy kötélet. Nyilván 2 élet lesz most Bodrinak hála, de egyébként azért nem állunk túl fényesen. Itt tudok életerőt venni. És veszek is. Hát ez nem igaz. Nem tudom, meddig tart ki a csákányom, de vegyük jó használ. Például, hogy megszabadulni kettő, nagyon ravasz kis nyílcsapdától. Most így kikerültük a félszintet, ami nem biztos, hogy ideális. Főleg akkor nem, ha az ember aranyat szeretne gyűjteni, mint jó magam. Iránytű. Tök jó, csak hát most mit érek vele? Nagyon ilyen fatalista feeling ez a kör most. Mi végre vagyunk-e bányában? Jó, menjünk tovább. Köszi a promót, Vasovi. Szia, Bodri. Most cipeltem Bodrit is, meg a csákányt is, bár a csákány már nem fogja sokáig húzni. Ki tudja, lehet Bodri se. Jó, nem megyek vissza a csákányért, úgyis mindjárt elfogyna. Itt az aranykulcs, cipelhetem azt is így is. Konkrétan el fogja vinni a kötelem? Nem. Össze tudom ezt szedni innen. Lesz bolt idegesítős kör, fél boltos idegesítős kör, akkor majd csinálok még egyet azután. Ha ez bármi hozzáér, felrobbantja. Szeretném, hogy a kulcs hozzáérjen, de úgyhogy én tisztes távolságban vagyok tőle. És úgy látszik, hogy ez túlmutat képességeim, vagy nem, és rámesik a kulcs, és megsebez. Ezzel a nyílcsapdával vigyázzunk. Ez most nem déli. Ott a láda, és nem lettünk öngyilkosok, miközben megpróbáltunk hozzáérni, az már eredmény. Bodri nagyon ügyes volt most. Jár neki a gratuláció. És hát menjünk tovább, nem tudom meddig fogom húzni, de... Megint eljutottunk a dzsungelbe, és mondom ez, hogy szerencsére egy ilyen... Ó! Látjátok, amit én? Úristen, menjünk oda-vissza nagyon sürgősen. Mégpedig azért, hölgyek urak, mert ott volt egy bomba doboz a falba. Itt.
Nem csalás, nem ámítás, 12 bomba, plusz még 3 egyébként, ugye mind észrevettük a dobozból. Nem déli, mert fél haté, hülye. Odrikám, te menj, és reménykedjünk, hogy nem halsz meg. Ha ez megesz engem, nagyon szomorú leszek. Ja, jól lenne elmozdulna. Nem ölet meg, nagyszerű. Itt van még 500 arany, amit szedjünk már össze. Neked itt egy halomértéktár, szedjük ezeket is össze, mert kelleni fog az a kis extra pénz. Ne feledjük az 50 ezres álomhatárt. El kell érnünk, és ezzel igazából meg is van. Szia Bodri, te élsz. Én ennek örülök. És már nem élsz, de nem tudom miért, nem tudom mit történt szegény szerencsétlen, de bizonyában... Hát ilyen a Bodrik sorsa, meghalnak. Hogy gazdájuk élhessen tovább. Tütyi fociban Bodri az edző, ehhez nem is akarok hozzászólni. Úristen, ez itt életveszély, bármi is történjék. Jó, hát valahogy továbbítottunk. Valaki írt nekem YouTube-on, hogy akarok-e magyarosítást Crusader Kings-hoz, úgyhogy bizonyára van. Igen, egyáltalán nem érdekel. Ó, valahol itt van a fekete piac. Azt hiszem megtaláltuk egyből. Most a bumerángot szeretném magamnak azért. Bodri se jönne rosszul. Menni fogok a fekete piacra, ne aggódjatok. Pusztítsuk el ezt az ideges csókát, és vigyük el a bumerángját. Meg hát ugye megmentettük Bodrit, és az is jó, hasznos. Bodrivá kell válnom, hát az érdekes kihívás lenne ebben a játékban. Köszönöm, nekem tökéletes angolul játék, mindegyik igazából. Mit vegyünk? Ugye 50 ezer elmegy az ankra, de mondjuk 12-t ezekre a cipőkre. De a béka ott nagyon szar helyen van, ezt ilyen kell magyaráznom. De minden béka szar helyen van, mert utálom a békákat ebben a játékban. De ki nem? Ott lehetnénk egy shotgunt, nem fogunk. Itt van ez, és mehetünk is igazából, ha csak nem találunk valami olcsót. Két, ami 5000 évét nagyon elkezdhetnénk vásárolni. 1000 éve nem volt kapallán, basszus. Te ne idegesíts fel a boltosokat, jó? Köszi. Tudod, mi kéne nekem egy halom kötél, de jól látom, azt nem árultak sehol. Ó, óriás béka. Jajaj, piranyák. Piranyákkal vagyunk óvatosak. Nyilván ezzel is legyünk itt óvatosak. Szóval élünk és virulunk. Egyelőre, meglátjuk meddig. Ó! Dead or Restless, nagyszerű, ebből lehet egy köpenyünk és egy shotgununk, vagy éppenséggel nagyon durván meghalhatunk. Mind a kettő opció. Erre inkább nem is próbálkoznék. Kötelünk kéne és nincs. Kötél kéne és nincs. A köpenyünk a vámpírtól lehet, ha megtaláljuk és megöljük, és nem öl meg minket, ami nem garantált. Shotgununk pedig az S feliratú sírból, ami itt is van.
Ja, akkor szerezzék is meg magunknak. Ott van Bodri, de... Nem tudom, hogy meg tudom menteni. Mondanom csak, hogy a shotgun mindenképpen jobb, mint a bumerang. Talán ez elég ahhoz, hogy Bodri leessen. Pont nem. De ez már az lesz. Pont oda fog esni a csapdához. Nem, már meg felrobban. Bocs, Bodri. Ott a vámpír, aki most észlelt minket. Gyere le! Ne ott fenn ugrabugrál, gyere le! Pontosan ezt szerettem volna. Kérünk tőled. És kinyírt a csapda, nagyszerű. És megvan a köpeny is. Már csak az életerünk nem az igazi, de az nem lesz probléma, hogy elhasználjuk az ankot. Hát, ha odáig eljutunk élve. Ott is egy vámpír. Ott volt egy vámpír. Ó, három láda, boldogan megér egy bombát. Simán megér egy bombát, inkább mondjuk azt. Ha megér a szellem és ellopom ezt a szobrot, akkor igen, két szellem lesz, ami vicces. Pace már van, úgyhogy ez igazából lényegtelen. Na, ez ugrás van, én néha elcseszem. Természetesen ellopjuk ezt a szobrot. És húzzunk innen. És itt vagyunk a jégvilágban, a jégbarlangoknál. Nagyszerű. Úgyhogy ha most... Nem, a Populust ismerem, de nem játszottam, és a Humble Bundle-ben nem fizettem az Alpha fölött, úgyhogy nem lesz meg. Szóval itt az lenne a dolgunk elsősorban, hogy addig életben maradj, Dimitarla boltos. Semmi érdemel. Hát egy halom bombát. Lehet megérni bennem valamennyi. A bombák mindig hasznosak, főleg a templomban. Erre lejövök, nem hiszem, hogy vissza tudok menni, mert nincs kötelem, se hegymászó kesztyűm. Úgyhogy inkább csak menjünk, legyünk óvatosak és menjünk a kijárat felé. Ja, jól jönne egy-két kötél. Úristen, kéne csúszni itt a shotgun. Egy kis arany. Bodri, te itt sétálj le. Ne baszd el. Elbasztad. Hülye. Nagyon hülye. Nagyon-nagyon hülye. Irány a következő szint. Szóval megtaláljuk azt a szintet, ahol óriás fejszoboron, ugyanúgy rajta ez az ank ikonnal. Ha ott meghalunk, illetve de bárhol meghalunk az ank vértokában, akkor újjászületünk négy szívvel. De ha itt halunk meg, akkor erre szükségünk van az, hogy eljussunk az aranyvárosba, ez a lényeg. Áldozó asztalt már látok. Jó lenne Bodrival találkozni. Esetleg csak úgy véletlenül. Ezt a szobrot ellophatnám, de macerás. És a macera az olyan dolog, ami ez most semmi kedvem nincs. Ott a szobor. Ez azt jelenti, hogy ezen a szinten meg kell halnunk. Úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy feláldozzuk magunkat a nőcinek. És ezt megcsinál már most, mert vicces. Ah, nem tudtuk feláldozni magunkat neki, hanem felrobbantották az oltárát, aminek nem örült. Egy csomó mindent itt összeszedhettem volna, de nem szedtem. Irány a következő szint. Szóval elvesztettük a shotgun sajnos, viszont a köpeny megmarad. Ajaj, ezt a szobrot szerettem volna, de ezt elcsesztem. Ó, legyünk óvatosak, mert itt lőnek virág, ugye, mint látjuk. Hoppá, az a csontváz, majdnem repülő rajtot vett rajtunk. Szintén kb. Átrohantam. Nagyon szeretnék egy fegyvert. Annyira nem, hogy bemenjek az anyahajóba, mielőtt megkérdezitek, azt már megcsináltuk a múltkor, most nem fogok vele szórakozni. Ez majdnem felrobbantott.
óvatosan. Robbanások azt hiszem tizet sebeznek, tehát hogy jelenállás szerint instant megölnének. És ingyen pénz, nem megyünk az anyahajóba. Úgy áldozod fel magad, hogy tanulva leszel az oltáron. Legtöbbször nem szándékosan csinálja az ember. Nem, ráállsz, az nem elég. Tanulva kell lenned. Na és eljutottunk a templomba, emberek. Tök jó. Ott van Anubis, nagyon szar helyen. Teszem hozzá. Itt ki kell konkrétan szabadítanom onnan. Aminek én nem örülök, mert egy halom bombámba fog kerülni, és ugye közben nagyon közel kell jönnöm hozzám, életveszélyes. Úristen, fejbe vágott a szobor! Gyere, Anubis! Gyere! Gyere, gyere! Gyere közelebb! Nem akarom, hogy átrepüljön a fejed fölött a bombám, kapd el, köszi mind a kettőt, édes tőled. És te meghaltál. Ez extra édes tőled. Még a lila cuccok szintén instant megölnek, úgyhogy nem szeretnénk, hogy eltaláljanak. Nagyon sok dolog azonnal megöl ezen a szinten, úgyhogy, vagy ezeken a szinteken, úgyhogy elég óvatosak. Nem véletlen akartam meg ezt a plusz 10 bombát, csak sajnos nem tudtam. Az a szobor szerintem ott marad. Kár, de ez van. És eljutunk az aranyvárosba, emberek. Ha csak nem történik valami hatalmas kapitális tragédia. Ott az aranyváros ajtaja. Látjátok? Úristen. Istenem. Na jó, akkor Daily, Jekim gyere vanna. Nem, mert Olmeket már megöltem párszor. Ezért kár volt. Akkor ezen lendülettel basszuk el a Daily-t. Vajon hol lakik Jekim?